Nagy volt a jövésmenés a mosonmagyaróvári női kézilabda csapatnál, rengeteg új ember érkezett a nyáron. Szinte minden poszton változások történtek. Meg kell említeni a kétszeres bajnokok ligája győztes Szepesi Ivettet, aki óriási rutinjával várhatóan nagy segítsége lesz a csapatnak. Győrből érkezett a beálló posztra a 21 éves brazil Tamires Morena, aki kulcsjátékos lehet majd a védőfalban. A Slavia Praga korábbi játékosa Monika Rajnova pedig irányítóként válhat a csapat hasznára. Az előző szezon közben munkába álló Lavati Tamás idén már a szezon elejétől kezdve irányítatja a csapatot. Ten Gábor elnök a kisalföld.hu-nak elmondta, a 8. helyre szeretnének odaérni, ami ezzel a kerettel reális célkitűzésnek tűnhet. A mosonmagyaróváriak a 2015-16-os bajnokságot szeptember 2-án kezdik, idegenben a Ferencváros otthonában. Átalakulóban van a tatabányai férfi kézilabda csapat is. A rövid nyári szünetet követően már megkezdték a felkészülést a szeptemberben rajtoló bajnokságra. Vladan Macis fiai túl vannak már az első edzéseken. Augusztusban pedig már meccsek is jönnek. 5-én a Balatonfüredhez látogatnak. 2 nappal később pedig már otthon fogadják a Pler együttesét. Az igazolások terén sem tétlenkedtek a kékfehérek. Az eddigi kiváló játékosokhoz még érkezett a montenegrói válogatott kapus Rade Mijatovic, és jó ír a szurkolóknak, hogy Lele Ákos is visszatér egykori klubjához. Érkezett még a nagy rivális Csurgótól Szőlősi Szabolcs, a szerb Marko Krismanic, valamint a montenegrói válogatott balszélső Milos Vujovic. A tatabánya programja sűrű lesz, a felkészülés során találkoznak az Egerrel, a Komlóval, illetve a Váccal is. A nemzetközi kupára viszont még nem kell koncentrálniuk, hiszen kiemeltek, csak a harmadik fordulóban kapcsolódnak majd be. Így, hogy ki lesz az első ellenfelük, az majd csak októberben derül ki.